Szevasztok gyerekek, üdvözlök mindenkit a YouTube csatornámon, én Nemes Máté vagyok, íme a második videó. A mai videóban össze fogunk kóstolni 10 terméket, olcsó, vs. drága. Lesz két társam, a hugom és az asszony. Hát nagyon sokat könyörögtem nekik, de végre beválták a szereplést. Csak a ti kedvetekért különféle terméket válogattunk össze, javarészt a Lidl-ben vásároltam, privátban. Ki lesznek írva majd az árak, el lesznek mondva a vélemények, meg ez egy vakteszt lesz, nyilván be lesz kötve a szemünk, és úgy fogjuk összekóstolni a dolgokat. Kíváncsiak, hogy 10-ből ki mennyit talál el. Hát ja, vágjunk is bele. Majd mutatom a termékeket, aztán tartsatok velünk. Aha, basszus. Nagyon erős. Várjál már, ez mi? Na, áh, szívem, ez fáj. Nem látsz semmit? Semmit nem látok. Na, bántsál már. Na, az első termék, két chips, egy olcsóbb és egy drágább. Szerintem ő lesz az olcsóbb, így elsőre. Fú, hát ez ugyanolyan. Tényleg? Ja, megkóstolom még egyszer. Talán ez egy picit, mint hogyha zsírosabb lenne, meg picit, mint a sósabb. Fú, hát nem tudom eldönteni, esküszöm. Na, még egy utolsó. Mint hogyha ez egy kicsit ízetlenebb lenne. Szóval szerintem ez egy drágább. Nem, az a privátus. Kaja. Na, akkor eddig ebből semmi. Második termék, tuc kex, meg a hamisítvány. Érzésre szerintem ez a tuc. Sós. Úristen, milyen egy forma. Ez is. Hát ez mutális. Ő lesz a tuc. Meg. Igen. 2-1. Gyerekek, 2-1. Szomorú. Ilyet a harmadik. Nem faszom. Oké, majonéz. Húha. Na nézzük. Ez jó. Ezt bárhol megismerem. Ő lesz az univer. Ő meg az olcsó Lidl-ös. Siká? Igen. 3/2. 3/2. Gyerekem, hogy ez a pöttyös menhezet. Micsoda? Azt az hogy érzed? Hát mert úgy, hogy ez nagyobb. Ezt akkor kivágjuk. Mit rázod a kezed össze? Szerintem ő lesz a pöttyös. De nem biztos. Állítom. A jobb oldali lesz a pöttyös. A jobb oldali? Igen. Nem. Nem? Nem. Beszarás. Full egy forma amúgy ez is. Akkor 4/2? Igen. Az életem van ez. A szaglásra jó hely. Hát, édes, tutti frutti is. Fos. Ő lesz a hely. Igen. Eltaláltam? Igen. Hihohoho, gyerekek. Nem tapogatom ezt, csak így sodrom. Szerintem ő az olcsóbb, ő a drágább, de megnézzük. Hát ja, ezt aki összekeveri, az nagyon béna fasz. Ő lesz az olcsó, ő a drága. Nem ez az olcsó. Nem. Én abból tudom, vagy ez a drágább, én abból tudom. Mi a piacon vetted, lealkudtad? Ez a drága! Hát ez valami, mondom, 120 volt, ez meg 200. Akkor ez már ezt mind a kettőt utálom amúgy. De ez volt itthon, szóval ennek nem tudom az árát. Utálja, de van itthon 2 egész bödönne. Az azt anyaszi. Persze. Úgy nézek ki, mint aki ezt teszi. Ez kurva szar. Ennek ilyen olcsó íze van. Ő lesz a Nutella. Ő meg az olcsó. Siká? Igen. Múlva egy videóból lesz. Most ha nem találom el, akkor balfasz vagyok. De pont emlékszem a Sixo vagy a Freeway íz lett. Koka meg nem. Szerintem ő lesz a koka. Hú. Úristen. Múltkor nem dobozos volt a Freeway. Ő lesz a koka. Ő nekem finomabb. Nem. Nem? Ez a Freeway. A Freeway-nek tényleg jobb íze van, mint a kokának, gyerekek. Ez már a második videóban mondod. Na, jön a 9. termék. Az Ice Tea. Olcsó vs. drága. Szerintem ő lesz a Freeway. Ugye a Lidl-ös. Húha. Nem?
ez olcsóbb. Uh-huh. Siker? Uh-huh. Helyes. 96-ot sikerült eltalálnom. A leves majd megkóstoljuk együtt, vagyis a végén, hogy ne hűljön ki. Hát gyerekek, 96, kíváncsi leszek a többiekre, mert itt jártatták a szájukat, hogy jaj, ezt nem tudod, azt nem tudod, hát nem majd most... Na, gyerünk! Egy csörögetek már. Ez a csíló. Igen. Egyből egy. Soha raktátok. Ez az olcsó. Hatak. Ez a túl. Igen. 2/2. Nem ja, hát, ilyen béna vagy? Majd kiderül. De most melyik is volt a drágám? A... Hát... A piros a drágám. Nem. Ez. Az. Ez az, amit olcsónak néztünk. Igen. Na, nagy helyszakértő. Ez a hely. Igen. Húha! És mi volt a különbség? Az az a King Kong sokkal édesebb. Ez az olcsó. Ez meg a Nutella. Igen. Big Max pont. Nehéz. Ez a kóla? Melyik? Ez. De melyik kóla? Ja. Mind a kettő kóla. A koka? Igen. De rossz ez magába. Jó. Ez az univer. Besültem! Egyet benéztél végre! Ez az olcsó. Biztos. De azért még megeszem. Ez az olcsó. Ez meg a pöttyös. Igen. Ó, basszus, hát ez nagyon nehéz. Szerintem ez a fiúszti. Nem? Biztos? Aha. Tényleg? Ja. 9/8. Hogy lehet a pöttyöst összekeverni? Mi azt összekevertem? Már. Igen, van egy nagyon nagy gond. A nagy chipsz szakértő. Hát? Már. Jó, jó. Ugyan. Bassza meg. Ez a csió. Ez meg az olcsó? Nem! Nem! Egyből semmi. Következő a Kraker. Ezt nem hiszem el. Nem olyan full egyforma. Nem egyforma, egyáltalán nem egyforma. Oké, nézd csak, hogy szakolgassa. Ez az olcsó? Igen. Hát ezt nem találom ki, úgyhogy minden nap hátszok. Kovágd ki. Ez a hár. Mert ez egy akkor 3/1. De ugyanolyan ízű. Na, hát akkor megvettél az olcsóbbat is most már. Nem. Ó, majonéz. Nutella. Nem, ez még a Nutella. Ja. Na, ez a cucc. Fúj. Nincs. Nem jó. Ti hát basztotok, ez mind a kettő, ugye? Nem. Nem. Akkor ez a Nutella. Igen. Igen. Az a piros. Ja. Mm-hmm. Ez a Freeway. Igen. És melyik ízett jobban? Nekem a koka jobban ízett.
Jobb volt, de a drágább? Ja. Nem? De. Ja. Amit ebből kezem van. Igen, az volt a drágább. Na. Húha. Bár volt a túró, Rudi? Vagy mind a kettő. Pöttyös? Nem. Nem. Na most aztán kiderül az igazság, hogy fűszít kell levenni továbbra is. Ja. Ez a freeway. Akkor most már tényleg nem kell fűszít. Holnaptól. Ez most komoly? Tényleg. Az a fűszít. Gyere, egy kis kulisszatitok. Csak fűszít iszik, semmi mást. És ha ilyet hozok neki, akkor hőzünk. Követ, most már freeway lesz. Hát ez besült. Várj egy kicsit. Csirke húsleves. Az egyik egy knor, a másik meg egy ilyen lidülös saját márka. Hát kíváncsi vagyok. Szerintem ő lesz az olcsó. Ő az olcsó, ő a drága. Komolyan nem? Komolyan. Ez sokkal finomabb. Hát akkor gyerekek 10-ből 6 elég gyenge, de hát ez van. Valami nem finomra haragtam. Ez a knor. Pedig ez tényleg sokkal finomabb. 10/8. A gyerekek hát szerintem nem találja ki. Ez se. Ez a drágább? Ja. És honnan tudtad? Nem mondtad, hogy szar. És tényleg szar. Ez nagyon szar, és ez tényleg jó. Na gyerekek, hát az volt a tanulság, hogy Vandának most már csak az olcsó dolgot kell megvenni, mert azok jobban ízlettek neki. Vagyis hát, ja, azok jobban ízlettek, nem? Gondolom. Nem tudtam különbséget tenni az a lényeg. Igen, aztán az asszony nyert, hurrá, én lettem a második, Vanda lett a harmadik. Lesült. Hát na. Én szerintem amúgy csalt, nem vagy benne biztos. Hogy csaltam volna te? Na mindegy, szóval ennyi lett volna ezen a csatornán a második videó. Hogyha nem vagy még feliratkozva, akkor iratkozz fel, jönnek folyamatosan a tartalmak, nem csak ilyen tartalmak lesznek, nyugi. Lesz mindenféle csípős kihívástól kezdve, napi vlog, mindenféle jóság. Remélem, hogy tetszett ez a videó, remélem, hogy örültetek, hogy a lányokat rá tudtam venni, hogy szerepeljenek. Szóval, ha tetszett ez a videó, mindenféleképpen dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára. Aztán van egy horgász csatornám, azt megtaláljátok a leírásban. Igazából ennyi lett volna, hamarosan jövünk a következő videóval, vagy jövök, még nem tudom, hogy mi lesz. Jók legyetek, szevasztok!